kedveskedik, hogy nem is látszik. És szóval varázsolok elő gyönyörű kupákat. Így van. Cosplay verseny eredményhirdetés következik. És vannak itt egyrészt a díjaim, illetve itt van velünk Galaxin, aki majd a Living Dream Projectnek a fotózás nyereményeit fogja átadni. És ugye most nem volt előadás kategóriánk, csak kosztümkészítés kategóriánk volt, és ebben is osztott a zsűri is díjakat, illetve megszülettek a közönség. Igen, közül Anton Bolánk is az majd a végén. Szóval lesz általatok választott nyertes is. Kezdeném akkor ezt a zsűri által kiosztott díjakkal. Az első a legjobb kosztümhez, ami igazándiból ugye egy minden tekintetben legjobb kosztümöt jelent, tehát itt nézte a zsűri a technikát, a ruhát, mennyire illik a karakter a viselője, stb. És a menete az eredményhirdetésnek a szokásos, három jelöltünk lesz, és a három jelöltet is megmutatjuk, és a három jelöltből az egy nyertest szeretnénk ide a színpadra szólítani. Legjobb kosztüm kategóriában az első jelöltünk Zubay Brigitta. A második jelöltünk Holdár Gitta. A harmadik jelöltünk Berkó Claudia. Kicsikét nehezen látszanak szerintem a ledfogom a képek, de sajnos most ez van. A legjobb kosztüm kategória nyertese pedig Horváth Itta lett. A zsűri kiemelte külön a jelmezőnek a részletességét. Ugye passzolt a karakterhez, minden tekintetben. És gratulálunk! Legjobb technika következik. Ez igazándiból jelenti a felhasznált alapanyagokat, a felhasznált technika, tehát lényegében milyen módon, hogyan készítette a versenyző, mennyire volt ötletes, tehát a technikák ötletessége, anyagok felhasználása. Első jelöltünk Miller Renáta. Második jelöltünk Zubay Brigitta. És harmadik jelöltünk Portik Ádám. A legjobb technika nyertese pedig Zubay Brigitta lett. Most szeretnék egy kerékét, valószínűleg ti onnan nem látjátok a sok-sok-sok millió egy pillanat volt a ruháján. Ezek a részletek sajnos ugye nektek így talán lentről attól nem látszódnak, viszont a zsűri számára is őt egy műfönt látjuk. A legjobb kiegészítő következik. A legjobb kiegészítő bármi lehet, fegyver, nyaklánc, fejdísz, bármi, ami nem konkrétan szervesen a ruha része, hanem pluszban készült hozzá. Legjobb kiegészítő kategóriában az első jelöltünk Farkas Rihárd. A második jelöltünk Portik Ádám. A harmadik jelöltünk Nagy Péter. És ugye sajnos itt sem látjátok annyira a kiegészítőnek, mert picik hozzá a képek. A legjobb kiegészítő díj nyertese pedig Nagy Péter lett. Neki volt a forgó, mozgó, hát fűrészkaza, hogyan nevezzük nektek, miről fogjátok felismerni, de minden esetre működőképes volt, és mindenképpen megjelenik. Nagy tapsot kérnék szépen, neki a legjobb kiegészítő nyertese. A legjobb originál kategória következik. Ugye, akik már régebb óta járnak korunkra, azok tudják, illetve akik még nem, azok biztosan feltűnt azoknak, hogy
nem csak olyan karakterekkel nevezhettek a versenyzők, akik ugye létező anime, film, stb. Videójáték karakterek, hanem saját egyedi tervezésű ruhákkal is. Ugye ezek közül a ruhák közül választjuk el a legjobbat, és ez pedig a legjobb originál kategória. Első jelöltünk a legjobb originál kategóriában Tompa Dániel. Második jelöltünk Nagy Nikolett. Harmadik jelöltünk Jukic Julia. És a nyertesünk legjobb originál kategóriában Nagy Nikolett lett. Egyre sajnálom egyébként, hogy elvesztek a képen a részletek, így annyira nem látjátok, tehát úgyhogy nem sok mindent adnak vissza a képek. Nincs, úgy látjuk, hogy nincsen. Nincs. Jó, akkor eljutottuk valamilyen módon, hogy megbeszéljük a csomagot. Zsiri által választott legjobb csoporthoz jutottunk. Ugye ez olyasmi, mint a legjobb kosztüm, vagy a legjobb technika, stb. De a zsűri által választottak, tehát a zsűri által kiválasztott olyan csoport, akiknek a legjobb volt a ruhája, legjobban passzoltak egymáshoz, tehát a legjobb volt a harmónia köztük. És első jelöltünk, annyira szeretnék kimondatni velem ezt a nevet egyébként, Kurashitsu Chifu, Spoten Gessetu from My Seriously. Második jelöltünk a Girl Power. A harmadik jelöltünk a Medicines. Egyébként, igen. Mielőtt megmondanám a nyertest, a technikusok legalább azért megérdemel egy tapsot, hogy fölírta azt a nevet, és meg is jelentette. Azt nekik nem kell tudni, jó? Szóval a zsűri által választott legjobb csoport Kurashitsu Chifu, szóval elkezdtem a szavás! Egyébként ez azt jelenti, hogy lilapuszit kapunk? Te mész előre! Egyik jelöltünk, Zubay Brigitta. Második jelöltünk, Bata Renata. Harmadik jelöltünk, Berko Claudia. És akit ti választottatok, mint legjobb versenyző, tehát a közönség kedvence egyéni kategóriában, Zubay Brigitta lett. Erről az oldalról közelítünk. Gratulálunk újra! Egy tapsot szeretnék én az általatok választott legjobb egyéni versenyzőnek. És áttérünk az általatok választott legjobb csoportra. Első jelöltük, egyébként imádjátok velem ezt kimondani, komolyan mondom, de annyira szeretlek benneteket, és tényleg, szóval... Mondj, jó. Kurashitsu Chifu, Spoten Gessetu from My Seriously. Második jelöltünk, Galactic Pretty Boys. Harmadik jelöltünk, remélem ti is látjátok a borotképből, hogy kikről van szó. Harmadik jelöltünk, Girl Power. És az általatok választott legjobb csoport, ha már többet nem mondom meg, ilyen. Elég volt.
amikor legközelebb neveztek, akkor valami... Tehát ezt elmondanátok velem háromszor, ma, meg úgy előtte párszor. Tehát majd ha legközelebb neveztek, akkor hogy legyetek szívesek valami újat. De hogy hasonló zseniális. Szóval nagy tapsot kérek szépen az általatot választott legjobb csoportnak. Találkozunk legközelebb új névvel. És maradt egy Eurocosplay-ünk. Ugye az Eurocosplay-ről már elmondtam, hogy azt a cosplay-est választjuk, aki szintén már ugye egyet választottunk, aki képviseli majd Magyarországot az Eurocosplay döntő Londonban, és ugye a zsűri döntése és a ti döntésetek egyaránt beleszámított. Számított a ruhaminőséggel, számított a karakterbűség, a technika és az előadás is, tehát igazából itt minden az egyben, mondhatnánk is így. És nem fogunk jelölteket mutatni. Igazából meg fogjuk mutatni azt az egy cosplay-est, aki majd képviseli Magyarországot októberben az MCM Expo-n is. Ez a cosplay-esünk pedig Szabó Adriella! A két döntéseknek és a zsűri döntés alapján közösen. És reméljük, hogy rá is valamelyen büszkét lehetünk. Azok között is szoktunk kihúzni. Fromást, tudom, igen. Meg hogy nem adjuk fromást, hát akkor kezdjük. Na, a cosplay. Ez a cosplay. Először ez a cosplay. Ebből húzunk. Az a másik. Azt húzunk, jó. Ha már egyszer a cosplay-est húzunk először. Tehát azok között sorsoljuk ki, akik cosplay-es szavazólapot adtak le. A szavazólapok itt ebben találhatóak. Na nézzük. Azt mondja, hogy Balogh Péter, a karszalag száma 1-4-7-7-5. Van-e nekünk Balogh Péter? Legyél légy szíves, mert el tudtam olvasni a neved, és ez olyan jó. Ha nincsen jelen, akkor újat fogunk. Balogh Péter először, másodszor, harmadszor. Nincs Balogh Péter? A kutyát húzom. Ez az Jurikó húz. Na nézzük. Az a helyzet, hogy ezen csak egy nickname van, úgyhogy ez sajnos ez így érvénytelen. Nem csak teljes nével érvényes. Na nézzük. Hosszú éjszakánk lesz. Nagy Janka, 19589 a karszalagnak a száma, Nagy Janka. Van-e nekünk Nagy Jankánk? Na, ne csináljátok, szeretnék még ma hazamérni. Jó, nincs. Következik. Egyszer eljünk a végére. Azt mondja, hogy... Morovec Zoltán. Karszalag száma. Egy vagy hét. A karszalag száma. Az. Köszönjük szépen, hogy megmentetted, hazamedette minket. Örök kihálása, köszönjük számodra. Köszönjük szépen, hogy szavaztál. No, tombolat.